Hát sziasztok! Pár napig úgy tűnt, hogy a Sunderlandi fekete macskák mentővet fognak nyújtani majd német Andrásnak, a 20 éves magyar válogatott játékosnak, akire nagyon nagy szükségünk van a tavaszi selejtezőkön, akár kezdőjátékosként, akár csereként. Hát a Sunderlandnek is nagy szüksége lenne rá, hiszen Sunderland a másodosztályban játszik jelenleg, volt ennek jobb időszaka is ennek a csapatnak, és bizony a tizedik helyen nincs megelégedve a menedzsment. A Callum styles tagjai közé soroló tagjai között tudó Millwall is két helyen előttük van. Tehát a Sunderland komoly befejező csatárt keres, és ezt megtalálta német András személyében, ezt többször nyilatkozták, hogy nekik kell ez a játékos, ráadásul már januártól kellene, azonban a csapatnak, a, a gengnek a a vezetősége, az elnök, illetve a, a fő manager, a menedzser igazgató azt válaszolta ezekre a megkeresésekre, hogy nagy szükség van még a Gentnek német Andrásra, és majd nyáron, ha akarják, akkor elvihetik. Ez egy nagyon szomorú dolog, mert most még ugye a Genk pénzt kapna érte, de látszik, hogy itt egy bosszú működik, mert hogy német Andrással valószínűleg hosszú távon számoltak, és úgy gondolták, hogy az ég gondokat német András fogja megoldani a genkben, és a genket egy nagyon-nagyon remek csapatnak gondolja a menedzsment, amiben van valami, hiszen a genk európai élet csapatai közé tartozik, a legjobb belga csapatról van szó, és ezért úgy döntöttek, hogy leküldik őt a, a Young gengbe, ugye amelyik a tartalékcsapat, csapat, amelyik a másodosztályban nem vitézkedik, mert éppen ugye utolsó előtti helyen áll. Ebben az osztályban egyébként játszik magyar, mert a Vancsa Zalán, ugye a a játékosa, és hát bizony, ott néha-néha bekerül német Anders csapatba, sőt volt olyan decemberben, hogy egy egész mérkőzést végigjátszott. Nem jó ez, nem jó ez a Szendőlennek, akinek meg, olda, meg kellene oldani gyorsan a problémáját. Nem fog kiesni a Sunderland nagy valószínűséggel, de, de ők szeretnének följebb jutni. Ugye az első hat hely az, ami érdekes a, a Premier League bevaló továbblépés lépés szempontjából. Nem jó az a magyar válogatottnak, mert egy aktív játékban nem lévő játékos nem biztos, hogy betesz Rossi, mert a, a, osztály a másodosztály, a belga másodosztálynak a ritmusa az ugye jobb, mint a magyar első osztályé, de hát azért nemzetközi szinten nem lehet jegyezni. És természetesen nem jó ez a játékosnak sem, akinek játék lehetőségek kell lennének. Ha akart volna jönni a Fradiba, valószínűleg a Fradinak is ugyanezt a választ mondták volna, tehát innentől kezdve ez a Fradi történet értelmetlen, mind a két, mind a három oldalról, ha tetszik. Viszont az nagyon-nagyon jó lenne, hogyha legalább a Championship-be elkerülne. Nem tudom, mi lesz a dolognak a vége, valószínűleg így marad a történet, és elveszteget ez a játékos egy fél évet a pályafutásából. Erre azt gondolom, hogy mindenkinek jobban kellene figyelnie. Egyszerűen arra gondolok, hogy a magyar futball közegnek Ilyen helyzetekben is védelmet kellene nyújtania a saját tehetséges játékosainak. Hogy ennek konkrétan mi a megoldás, hogy ki hív fel kit, kitárgyal kivel, kibeszéli meg kivel, hogy itt egy ország. Válogatottja számára fontos játékosról van szó. Azt mindenkinek egyrészt a fantáziájára, másrészt a kreativitására bízom. De higgyétek el, hogy vannak országok, ahol ez, ahol ez működő gyakorlat, és a magyar, magyar labdarúgó kultúra igen magasra emelkedett az elmúlt években. Nem azt mondom, hogy visszaemelkedett oda, mint ahol ugye a háború előtt volt ami megteremtette magából azt az olyan csapatot, ami aztán a háború utáni pár évben a világ legjobbja volt, hanem azért mégis van egy respektje ennek a dolognak, és egyszerűen, egyszerűen valahogyan el kellene érni azt, hogy, hogy vagy engedjék el, és így kapjon át állandó játék lehetőséget, vagy pedig tegyék vissza az első csapatba. Tudom, hogy ezek ilyen nagyon irracionális és nagyon furán hangzanak, de még egyszer mondom, vannak országok, ahol ezt, ahol ezt el tudják érni a saját játékos védelmében, aki más országokban vitézkedik különböző csapatokban. No, hát ennyit szerettem volna mondani. Szomorú ez a történet. Én nem szeretem az ilyet, hogy, hogy fél évekre, ha nem sérültek, mégis kiesnek a játékosok. És nagyon remélem, hogy lesz valami megoldás, mert ez egy, egy, egy tragikus ez a szituáció. Na, hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattál. Ha tetszett, nyomj egy lájkot. Ha még jobban tetszett, kérlek, iratkozz fel a csatornámra vagy segítsd a munkámat a videó alatt, tehát a számon vannak ilyen támogatási szintek, meg ha akarod a szuperköszönetet is megnyomhatod. Hajrá Magyarország, hajrá Német Andris, a jó Isten áldjon meg mindenkit!